Két perc elmúlt, 1:45, megkezdjük a ma délután műsorát itt az M1-en. Egy érdekes és feltehetőleg nagyon keresett szolgáltatás indul hamarosan Pécsett februártól, ez a gyerektaxi. Az ingyenes szolgáltatást olyan szülők vehetik igénybe, akiknek a munkaideje túlnyúlik az óvoda vagy az iskola nyitvatartás idején, és nem tudják elvinni a gyermeküket például egy délutáni iskolán kívüli foglalkozásra. A további részleteket már Hegyi Gabriella mondja el, aki Pécsett van, ha jól látom, a jégpálya közelében. Szervusz! Szervusz, jó napot kívánok! Igen, például ilyen iskolán kívüli foglalkozásra is el fogja tudni majd a gyerekeket vinni a februárban induló gyerektaxi, mint például a korcsolyázás. A program egy pályázat keretében valósul meg, de hogy mit kell tudni a részletekről, azt már Gellén Nórától kérdezem. Egy pályázatnak ez csak egy része, egyik része a gyerektaxi, mit kell tudni erről a pályázatról? Így van, az EFOP 129 Nők a Családban és a Munkahelyen című uniós felhívásra nyújtottunk be pályázatot, és nyertük el többek között a pécsi gyerektaxi létrehozásának a lehetőségét. Ezt a pályázatot a Pécsi Sport Nonprofit ZRT, a MIOK, a Hátrányos Helyzetű Emberekért Alapítvány, a Pécsi Mami Közhasznú Egyesület, illetve a Pécsi Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara közösen nyújtotta be. A pályázatnak a fő célkitűzése az, hogy segítsük a kisgyermekes nőket a munkába való visszatérésben. Ennek érdekében úgynevezett női információs és szolgáltató központot fogunk mi Pécsett létrehozni, és ilyen nőközpontok nem csak Pécsett, hanem országszerte 67 helyen fognak a közeljövőben megalakulni. Segítjük ezen kívül a munka és a családi élet összehangolását, ennek része tulajdonképpen a pécsi gyerektaxi, és nagyon fontos, hogy népszerűsítsük az úgynevezett atipikus munkavégzést. Ugye ez jelenti például a távmunkát, a részmunkaidőt, hiszen mi is végeztünk egy felmérést, és az derült ki ebből, hogy a válaszadó édesanyák 87%-ának a rugalmas munkavégzés lenne az, ami a legnagyobb segítséget nyújtaná. Ez viszont abszolút egy pécsi ötlet, ez az ingyenes gyerektaxi. Hogy fog ez a gyakorlatban kinézni? Beszéljünk egy kicsit erről. Ez a gyerektaxi, ez kicsit más, mint egy hagyományos taxi, nem csak azért, mert gyerekeket szállítunk, hanem azért is, mert nem csak egy sofőr fog a taxiban ülni, hanem egy képzett, szakképzett gyermekfelügyelő is, aki mintegy a szülőt helyettesítve kibekíséri a gyermeket, illetve kapcsolatot tart a pedagógusokkal, hiszen mindannyiunk számára fontos, hogy tudjuk, hogy mi történt aznap a gyermekkel. Lesz egy kis üzenőfüzet is, így nem fog az megtörténni, hogy például pénteken bennmarad az ovizsák, vagy az ágynemű az óvodában. Mik a tapasztalataid, mekkora erre az igény? Ugye te folyamatosan napi kapcsolatban vagy édesanyákkal, családokkal? Így van, a Pécs Maminak egy nagyon fontos jellemzője, hogy mindig pontos igényfelmérés alapján dolgozunk, és nagyon sokszor jelezték a számunkra a szülők, hogy főleg, hogyha egyedülálló szülőről van szó, több gyerekről, nincs nagyszülői segítség, hogy bizony gondot okoz nekik, eleve elhelyezkedni, de ha sikerül is elhelyezkedni, akkor nagyon nehéz az, hogy el kell kéretőzni a munkahelyről, tehát rossz szemmel néznek rájuk ez miatt, és így jött a pécsi gyerektaxinak az ötlete, amit elsősorban azoknak a szülőknek szeretnénk nyújtani, akiknek túlnyúlik a munkaideje, akár csak bizonyos napokon az iskolaóvoda nyitvatartási idején, de azokra is gondolunk, akik például valamilyen szükséges és indokolt fejlesztő foglalkozásra szeretnék eljuttatni a gyermeküket, de a munkaidejük miatt ezt nem tudják megtenni. Nagyon rövid az időnk, lehet még jelentkezni. Így van, tehát ha valaki most harul először, akkor biztatom arra, hogy látogasson el a pecsimami.hu weboldalra. Itt egy online űrlappal kitöltésével lehet jelentkezni, ezt követően a munkatársunk meg fogja őt keresni, egyeztetjük a részleteket, és mivel én sem bíznám a gyermekemet egy idegenre, és a gyerek se ül be akárki mellé egy kis buszba, ezért tervezünk egy kis rendezvényt, ahol a jelentkezők és a kiválasztottak találkozhatnak a sofőrünkkel, illetve a gyerekfelügyelőnkkel. Gellén Nórának köszönöm szépen. Tehát februárban indul Pécsett az ingyenes gyerektaxi szolgáltatás, és ahogy hallhatták a kedves nézők, még senki nincs elkésve, még mindig lehet jelentkezni. Hegyi Gabriella, köszönjük szépen. Megnyílt a Stuttgarti